Jó estét kívánok! A Pécsi Körzeti Stúdió mai adásában először egy Kuncze Gáborral készült interjút hallhatnak, majd a szőkei polgármesterverés társadalmi összefüggéseit kutatjuk. Egy tudós asszony szól arról, mi van a kártyákban a sorsokról. Búcsú beszélgetést hallunk a Pécsi Sörfőzde távozó igazgatójával, végül pedig a vidéki rádiózás esélyeiről szólunk. Európában megye a megye címmel rendeztek nemrég konferenciát Harkányban, amelynek egyik előadója Kuncze Gábor belügyminiszter volt, akit a helyszínen a garéi égetőmű elleni tiltakozók fogadtak. A Tenkesvidéke Térségi Társaság nem kívánja, hogy a garéi égetőmű megépítésre kerüljön, hanem más számunkra elfogadható megoldást keressenek, vagyis a meglévő égetőművekbe vagy égetőműbe való elégetést tartjuk elfogadhatónak. A mezőgazdaság védelme az idegenforgalom mellett még súlyos, még jobban kiemeli eme döntést, tehát hogy emellett foglaltunk állást. Ebben a térségben nincs ipari település. És idegenforgalmat iparilag fejlett vidéken nem hiszem, hogy meg lehet valósítani. A vendégek általában nyugalmat, a tisztaságot keresik, és ezt csak akkor tudjuk megőrizni, ezt az értékünket, hogyha ezért küzdünk is. Miniszter úr, bizonyára meglepi az, hogy egy tanácskozásra jött, és egy tiltakozással találja magát szemben, hogy elmondjam, hogy miről van szó, a garéi égetőmű, az tulajdonképpen hova tovább egy évtizedes témai paranyában. Az emberek egy része szeretné, ha a földben levő hordók tartalmát, amely veszélyes hulladékanyagot tartalmaz, elégetnék. A másik része azt szeretné, hogy elszállítsák. Úgyhogy önnek bizonyára át fognak adni egy petíciót, amiben a segítségét kérik. Semmi váratlan a helyzetben nincsen. Át fognak adni egy petíciót, azzal majd lesz valami. Azt meg, hogy az emberek fellépnek a miatt és annak érvényesítése érdekében, az nagyon helyes, azzal nekem semmi problémám nincsen. Mi az, ami változás, mi az, amivel az önkormányzatokat egy kicsit biztatni tudja? Ugyanis nagyon sokan azzal a gonddal állnak elő, hogy hova tovább ellehetetlenülnek. Nem csak önkormányzatok, kis települések. Ilyen nincsen, hogy én azért járom az országot, hogy mindenkit valamire biztossak. Az önkormányzatok nem tudják függetleníteni magukat a költségvetési helyzettől. Mindenki sokkal szigorú feltételek mellett él ma az országban, és az önkormányzatokra is ez vonatkozik. Másrészt viszont az is biztos, hogy az összes problémát figyelembe véve is az önkormányzatok működnek, működtek 1995-ben is, és működni fognak 1996-ban is. Ebben nekik persze nagyon nagy felelősségük van, és nagyon sok energiát is fordítanak ennek a működőképességnek a fenntartására, hiszen a körülmények valóban egyre nehezebbek. Az, hogy egy-egy önkormányzat csődbe megy, nem azt jelenti, hogy a biztosított feltételrendszer miatt következik be ez a probléma, hanem minden esetben eddig a csődöknél kiderült, hogy olyan megalapozatlan gazdasági döntéseket hozott egy-egy önkormányzat, amelynek a következményeként a csőd helyzete előállt. Hozzáteszem rögtön, ehhez a kérdéskörhöz tartozik ugyanis, hogy a kormány által elfogadott 96-os támogatási javaslat egyáltalán nem biztos, hogy véglegesnek tekinthető, mert a kormánypárti frakciók, mind a Szabad Demokraták Szövetsége, mind az MSZP vitatja ezt a kormányzati elképzelést, és ezen pozitív irányba változtatni akar. A végső szót ebben az ügyben a parlament fogja tehát kimondani. A megyék megítélése szinte évente változott. Önnek mi a véleménye a megyéről, mint közigazgatási egységről? Nem gondolom, hogy a megyék megítélése évente változott, éppen ez a megyék problémája. 1994-ben volt bizonyos változás a megye szabályozását illetően. Kereti jelleggel meghatározásra kerültek azok a feladatok, amelyeket a megyének el kell a jövőben látnia, azzal, hogy majd ágazati törvények szabályozzák ezeket. Ez az utóbbi szabályozás még nem történt meg. Valóban itt van egy vitakérdés, mi legyen ennek az önkormányzati középszintnek a helye, szerepe, és ez a vita továbbra is nyitott. Én nekem a megye ellen semmilyen koncepcióim nincsenek, de az biztos, hogy
nem állhat vissza az a rendszer, ahol a megyének újraelosztó szerepe van, vagy ahol aláfölé rendeltségi viszony keletkezik a megyei önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok között. Az is biztos, hogy azért kell ennek a vitának lassan pontot tenni a végére, mert a megyék bizonytalan helyzetben vannak, bizonytalan feltételrendszer mellett gazdálkodnak, miközben a térségi regionális problémák kezelése az még igazán sehol nincsen megoldva. Akkor ön elsősorban térségpárti? Én azt gondolom, hogy kistérség, nagytérség, régió, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy az összetartozó közös problémákkal rendelkező területek, azok működjenek együtt. Mafiózók, kábítószer, prostitúció. Néhány éve még csak kellemes borzongást okoztak e szavak a képernyőn vagy a mozivásznon, gengszterfilmekben. Ma már sajnos mindennapjaink részét képezik, hisz egyre rosszabb a közbiztonság hazánkban, és sajnos nem csak a nagyvárosokban. Enyhe szorongó érzés fogadt el bennünket, amikor a Baranya megyei Szőke község határába értünk. Hallottunk, olvastunk az itt történtekről, a halálra vert fiatalemberről, s a nemrégiben tetlegesen bántalmazott polgármesterről. Levőc János többször kerestük telefonon, sikertelenül. Most megtaláltuk ugyan, de nem állt kameránk elé, mondván abból megint csak verés lenne. Én olyan hallottam, hogy ez a srác ment, szólt neki, hogy kéne segély. És akkor a segély miatt volt állítva a verekedés, tehát többen meg azt mondják, hogy nem. Mert minden részeges, meg mindenek. Meg együtt dolgoztak valamikor a TSZ-ben. Traktorosok voltak, mind a ketten. Azt hallottam, hogy a polgármester megverték, hogy ő ment oda kapujához állítólag. Oda miért ment. Verték meg? Hát én nem tudom minek, mit tettek, mit nem, az nem tudom most mi által van. És ki verte meg, azt tudják? Hát azt tudom. Orsós József meg a Nejel. Hogy aztán mi által van ez a dolog, nem tudom, hogy valami segédkért is nem adott neki. Rá egy fényvonalra talán a falu a legszegényebb család. És van munkájuk Orsószéknek? Azoknak munka nélkül van az ember. Elég nagy szakmája van neki, és nincs egy munkahelye neki. Az élettársamat megölték, Varjú László. Azért, mert kilukasztotta az autójuknak a kerekét, és most meg már 37 éves, és ott van a temetőbe. Hogy kerülhet sor ilyenre egy faluba? Agyonütötték, másfél méteres csővel. Ilyen rossz itt a helyzet, ilyen a közbiztonság, igen. Állandóan verekedés van? Igen. Polgármestert is megverték meg. Ha mert nem kapunk segélyt, hát én is most egyedül nevelem a gyerekeket, és nekem is van 7 gyerekem. Hogy élnek itt az emberek Szőkén? Ön biztosan látja, hiszen járja az egyik házat a másik. Hát, elég rosszul élnek. Sok a munkanélküli? Nagyon sok. Szinte az egész falu. Milyen a légkör, milyen a hangulat? Hát nagyon mérges. Nagyon mérges, igen. Vajon mi az igen, oka az ennek? Nincs pénzük, és hát is ez az okozója mindennek, sajnos. Ennyit sikerült megtudni az esetről, de vajon melyek lehetnek az általános érvényű, mélyebb okok? Törvényszerű-e, hogy a szegénység, a nélkülözés agressziót szül? Hogy értékelhetik ezek az emberek a saját helyzetüket, amikor tágabb környezetükben azt látják, hogy más rétegek életvitele összehasonlíthatatlanul jobb, mint az övék? Önmagában nem a szegénység teheti agresszívvel az ember, hanem az a kiszolgáltatottság, az az élethelyzet, amiben belesodródott. A társadalmi helyzetünk olyan az elmúlt években, és ez egyre fokozódó, hogy elveszett felőlünk az állami gondoskodás, szociális biztonságérzés, amely persze vagy létezett, vagy nem, vagy nagyon hiányosan, de mégis azt az illúziót hagyta meg az emberben, hogy nem hagynak tönkre menni, vagy munkám lesz, vagy valamilyen módon gondoskodnak rólam. Ez teljesen bebizonyosodott, hogy ez nem működik, sőt az ellenkezője igaz. A nagy vagyoni szélsőségek még csak fokozzák ezt a feszültséget. Egy olyan helyzetet teremtenek, amiben azt látom, hogy mások azok mennyire jutnak és boldogulnak, és az oda elvezető út, mintha úgy élem meg én, számomra el lenne zárva, el van rekesztve. Nem vagyunk egyformák. Ki jobban, ki kevésbé tudja elviselni a nehézségeket. Az élethez szükséges dolgok a levegőn kívül mind pénzbe kerülnek. Csak azt tudja elképzelni, hogy milyen eltartani mondjuk egy 5 tagú családot,
havi nettó 10-20 ezer forintból, aki kipróbálta. S ha nincs munka, még ennyi sem jön össze. Baranya megyében a regisztrált munkanélküliek száma szeptember végén 21.533 fő volt. Én úgy gondolom, hogy azok a munkanélküliek, akik már hosszú távon nem találnak munkát, mi szeretnénk, hogyha bejönnének a kirendeltségeinkre, és találnánk valamiféle megoldást. Én azt hiszem, hogy akik nem jönnek be, arra kényszerülnek, hogy vagy feketén dolgoznak, vagy a háztáiban önmaguk próbálják megoldani, ami sajnos veszélyes, mert esetleg más irányba társadalmi feszültségeket is gerjeszthet. Talán vállalkozni kellene. Néhány évvel ezelőtt legalábbis ez volt a kulcs szó, ezt sugallta az írott és az elektronikus sajtó egyaránt. Vállalkozni az egy készség kell, bátorság kell, rizikóvállalás, kockázatvállalási képesség is kell, ezt tanulni lehet, ez gyakorlat kell, több nemzedék kell, ezt szülőről szülőre el lehet lesni, meg lehet tanulni. Az elmúlt 30-40-50 évben ezeket a készségeket nemhogy fejlesztették, hanem a meglévőeket is, és családi tradíciókat is elpusztították, elsorvasztották. Kereskedő családok, kereskedő készségek, egyáltalán a boldogulásnak az, hogy a saját kezemben van, és én vagyok annak a letéteményese. Ennek teljesen elveszett a képessége, a hagyománya, a kultúrája. Ezt nagyon keservesen kell az egyének is megtanulnia, nagyon sok kudarcot elszenvednie, ezt a családja is megszenvedi, és bátortalan lesz aztán a következő generáció is. Úgyhogy hosszú évek kellenek ahhoz, amíg ez a vállalkoz elv, társadalmi minta vagy norma a mindennapi ember számára is követhető gyakorlattá válik. A spirituális, az ezoterikus dolgok iránt érdeklődők a múlt héten a rejtélyes egyiptomi tarottal ismerkedhettek meg a Pécsi Transformációs Centrumban. A 75 éves Váci Klára, aki egyben grafológus, sejemfestő is, nem szereti a nyilvánosságot. Friderikus Sándorral, Vitrai Tamással sem állt kamerák elé. Forgatócsoportunknak szerencsére sikerült megszólaltatni az ősi tanok tudóját, így a régi egyiptomi mítosz alapján bepillantást nyerhetünk az önismereti szimbólumrendszerbe, a tarotba. Most azt mondja, hogy a 11-es az védelem, tehát nem te vagy beteg. De a környezetedben valaki, aki neked kedves, betegség áll előtte, vagy az életének a fordulópontja. Az ezoterikus dolgok világában hol foglal helyet a tarot? Hát az önmegismerés szimbólumrendszer ez tulajdonképpen, amit a régi egyiptomi papok beavatásnál használtak. A Tot könyve Uszkú nyomán régi ősrégi hagyományok alapján íródott le, hiszen a Tot az egyiptomi régészeti szinten a bölcsesség istene volt. És a tanításokban mint megismerési rendszer elsőrendű helyet foglal, és a világon az összes kártyajátékoknak az ős alapja, mert minden kártya játék, ami hát világi játék, innen ered, csak az például a tarok, a magyar kártyajáték, ez pedig egész más. Ez egy önmegismerési szimbólumrendszer, persze lehet vele belső önvalónkat megkérdezni fontos problémák esetén, jövendőlni, hogy úgy mondjam, de a szónak nem a rossz értelmében, a meditáció szinten. Egy-egy kártya alapján beavatná bennünket az ősi szimbólumrendszerbe? A 22 lap az tulajdonképpen az emberi tudásnak az ősi bölcsője. Ő az egyiptomi tarot Osiris, Isis és a Tot. Ezzel kezdi a magyarázatot. A mágus tulajdonképpen azt mondja a tanításban, hogy mindenki a saját sorsának mágusa. Mert mindenki saját maga egyéni szinten alakítja a sorsát. Hát ez igaz. Most az, hogy férfi alakkal, hát ugye, patriarkális társadalomként és az egyiptomiaknál, mint ahogy ma is, a papok és az orvosok egységes tudást képeznek hétköznapi értelemben. Ha azt kérdezik, hogy a Pista elveszi egy liskát, és ha történetesen kijön az Isis lap és az Osiris együtt,
akkor van rá remény, hogy elveszi. Mert hétköznapi értelemben, hogy tréfára fordítsam, ez az örök női szimbólum, a kettes, az Isis. Egyházi irodalmi szinten a Szűz Mária kultusz innen ered. Mert hiszen a női istenség a keleti mitológiában is mindig volt, meg van a babiloni, hát Isztár. A Kodolányi Jánosnak a regényeiben csodálatosan van leírva az ősi istenkultusz női mi voltukban. Ezek között, többek között az égő csipkebokorban Mózesnek a beavatása. Na, az tökéletesen szimbolizálja a tarot lényegét, mert ahogy beavatják Mózest, mert is papot nevelték, ez tény, a 22 kép, ami előtt ő neki végig kell menni, és a főpapi beavatáson keresztül menni testi-lelki próbákon, az ez a 22 kép. Az Isis után van a hármas, ami szintén, hát sokféle értelme van, mert van szellemi szintű, hétköznapi értelmű, kinek-kinek a szellemi fokozata szerint lehet érteni. Ez az örök föld, az örök szerelem, szeretet, anyaság, tavaszi megújulás képe. Hétköznapi értelemben a tanítások, ahogy a hagyományok leírják századokon át, hol elrejtve, hol nyíltan, utazást is jelent. Én magam gyakorlatban is tudom, hogy ha valaki ezt kapja meg a 21-es lapot, vagy a 78-as Reader tarotból kapja, mondjuk hozzá a pálcalapokból valamelyiket, akkor biztos, hogy elutazik. Nem én vagyok okos ettől, amikor felelek a kérdezőnek, mert én csak kottát olvasok. Tudom a lapok jelentőségét, van intuícióm, és itt van a fontossága az összes szellemi tanoknak, amik most filozófiai rendszerként, mint egy szellemi reneszánsz, egész Európát elárasztják keletről. Hogy valamibe kapaszkodnak az emberek, egy új fényt, új irányt keresnek. És az új irány, az csak szellemi megvilágosodás lehet. 20 hónapon át volt a Pécsi Sörfőz DRT vezérigazgatója, az 1956 óta Nyugat-Európában élő sikeres csúcsmenedzser, dr. Rudnai János. Vezetése alatt jelentősen növelte piaci részesedését a cég. Rudnai úr a jövőben egy Debrecenben működő, ugyancsak nyugati tőkeérdekeltségű vállalkozást irányít majd. A volt vezérigazgató a hét elején mutatta be a Pécsi Sörfőzde új menedzsmentjét, és vállalkozott egy összegező üzemlátogatásra. Én 5 évvel ezelőtt jöttem ide Magyarországon, itt születtem, Kaposváron, és nekem az volt a fontos, hogy bemutatjuk, mint magyarok, hogy mi is versenyképesek vagyunk, és nem csak itt Magyarországon, hanem az egész világon. És ahhoz az kell, hogy egész másképp gondoljunk, egy versenypiacon, egész más, mint ez múltban van. És azért jöttem ide, hogy bemutathassuk, együtt a munkatársunkkal, ezen a piacon, rendszerváltás után, hogy mi képesek vagyunk, mint magyarok. Igen, de az ön munkatársai valószínűleg az elmúlt évtizedekben nem ehhez a gondolkozásmódhoz szoktak hozzá. Igen, ez volt a legnagyobb gond, mert azt hiszem, hogy sokan úgy gondolják, hogy nagyon egyszerű új pénzzel, sok pénzzel valamit változtatni. Én mindig azt mondom, ha valaki idejön Magyarországra és csak pénzet hoz, akkor a szemétládába is le is dobhatja azt a pénzt. De ha idejön és próbálja, azon az alapon persze, mert pénz fontos, a know-how-t is cserélni, itt a fejben és itt a szívben, akkor fog sikerülni, és ez a legnehezebb dolog. Nekünk, mint magyarok hozzá kell szokni, ha vállalkozók vagyunk, hogy akkor kockázatot is veszünk. Csak akkor nyerhetünk. És nincs valahol ebben a világban olyan ember, olyan cég, aki karitatív módon itt van. Saját magának kell az embernek, a cégnek a kockázatot fölvenni, de az azt jelenti, hogy ez a lényeg egy vállalkozónál. Gondolom, amikor először bejött itt a kapun, akkor önnek is feltűnt, hogy ez egy meglehetősen kétarcú cég. Modern, korszerű technológiával, ugyanakkor teljesen elmaradott módszerekkel egyaránt találkozhatott. Igen.
A lényeg az volt, és a tulajdonos azért is vette meg ezt a céget, mert itt jó tapasztalat volt. Jó műszaki tapasztalat. Úgyhogy itt már nagyon jó sört főztek. Abban a szempontban nagyon szerencsés voltunk, amikor idejöttünk, hogy itt a technológia elég korszerű volt. De ha valaki tényleg eredménnyel akar valamit eladni, akkor a mindennapi minőség nagyon fontos. És arra naponta kell vigyázni. Úgyhogy itt ez a lényeg, hogy ez a sör, amit kijön, hogy ez tényleg a legjobb legyen. De nekünk, mint cég a legfontosabb, hogy gazdaságosan dolgozzunk. Az azt jelenti, hogy a palackozógépek, amik nagyon drágák, nagyon jól kell kihasználni. És miért nekünk sikerült itt a produktivitást nagyon emelni, pont ezeknél a palackozógépeknél. Az elkészült rekeszek aztán ide fel a teherautókra kerülnek, és itt jön a munka neheze. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb változás volt a múlt években, hogy nekünk muszáj a vevőhöz menni. Nehogy a vevő hozzánk jöjjön. Mert a vevő nekünk a királyunk, és azért is látják mindenütt a király, hogy mi tudjuk, hogy mi csak a vevőnek dolgozunk. A rekeszek egy nagyon fontos dolgok, mert az egész image-nek, az egész képének adják azt, amit mi akarunk, mégpedig az, hogy itt minőség van. És minőség nagyon fontos, és minőség abban a szempontban is, és ebben is nagyon sokat változtattunk, hogy mi kimegyünk, az azt jelenti, hogy a mi utazónk is kimennek az egész országba. Múlt években csak itt ebben a környékben adták el a pécsi sörfőzdének a termékét. Most egész országban. De nekünk föl kellett építeni egy olyan csapatot, akik képesek is kimenni, elmagyarázni, elmondani, hogy miért a mi termékünk jobb, mint a versenytársak. Mert a verseny nagyon nagy lett, nem csak hogy nagy lett, hanem itt Magyarországon egy olyan verseny van, amit talán még Ausztriában és Németországban sincs, mert ide jött mindegyik nagy, multinacionális sörgyártó is ebbe az országba. De most nyugodt szívvel hagyja itt ezt a gyárat. Az ön után következő generáció képes lesz-e ugyanezeket az elveket megvalósítani? Mindig nagyon nehéz búcsúzni. Nekem is nagyon nehéz, de miért nehéz? Mert nagyon megszerettem. Miért szerettem meg? Mert láttam, hogy ezek az emberek nem csak képesek, hanem akarnak is alkalmazni ez az új helyzethez. És azért, és elmegyek, és jó szívvel is elmegyek, mert tudom, hogy ez a fiatal garda, ez a fiatal vezetés, aki itt van, ezt tudja ezt továbbvinni, ez megértette, hogy mi a lényeg, és megértette, hogy hogy kell ezen az úton tovább menni. A rádiózásnak 70 éves hagyományai vannak Magyarországon. Mégsem a múltba, hanem a jövőbe tekintve fejtették ki elképzeléseiket rádiósok és média szakemberek ma Pécsett a Média Idea találkozón. A helyi rádiók jelenéről és jövőjéről készült következő összeállításunk is. Rádiónak fontos szerepe van, mert minél többet mozognak az emberek, annál nagyobb szerepe van a rádiónak, mert jobban utoléri az üzenetével az állandóan mozgó úton lévő embert, mint mondjuk egy televízió. Fölgyorsult a világ, azt nem mondom, mert az mindig gyors volt, legalábbis annak érezte az, aki akkor élt, hanem az információk fölgyorsultak, és a rádió ebben nagyon úttörő tud lenni. Késik a médiatörvény. A rádiósok várták, várják is az új szabályozást, de egyben tartanak is tőle. Az új törvény vajon kinek használ, kinek lesz előnyös? Állít-e korlátot? Gördít-e akadályt a kíméletlen vetélkedés elé, vagy mindent a piac farkas törvényeire, vagyis a pénz erejére bíz? A jövő meg annyi kérdést tartogat. Valójában mikor mondják ki a végső szót a fenti ügyekben? Mikor lesz médiatörvény? Hogy lesz-e egyáltalán, azt nem tudom. Már egyszer volt arra példa, hogy végszavazásra került a parlamentbe, és akkor dőlt össze az egész. Most úgy tűnik, hogy talán mégiscsak összeáll lesz. Én azt gondolom, hogy igazából akkor fog megszületni a médiatörvény, amikor a parlamentben ülő pártok tudnak megfelelő alkut kötni. Én azt gondolom és azt látom, hogy jó a sajtója a szocialista és a liberális vonulatnak. Jó a sajtója, azt elsősorban arra értem, hogy van elég sajtóorgánum, amelyik ilyen szellemben adja hírul a dolgokat, vagy pontosabban értékel. A konzervatív oldalnak nincs elegendő sajtója,
de én úckodnék attól, hogy ebben ördögi mahinációkat látnék, ez egyszer egy öröklött dolog tulajdonképpen. A Magyar Rádió pécsi körzeti stúdiójának felújított épületében új a főszerkesztő is. Kovács Zoltán a stúdió vezetői szék betöltésére beadott pályázatában az új piaci körülményeknek való megfelelést tűzte célul. De minek is kell majd megfelelni? Mit lehet tudni jól értesült forrásokból a részletekről? A törvénytervezetben az szerepel, hogy a hatályba lépés után egy éven belül meg kell, hogy szűnjön a közszolgálati rádióknak a kereskedelmi rádiós tevékenységük. Ami érinti mondjuk a Danubius rádiót, a Kalipszót és a Pannonia Rádió Kft. Által támogatott délután 16 és 18 óra között sugárzott kereskedelmi műsorunkat. Ugyanakkor maga a kereskedelmi tevékenység az megmarad, tehát lesznek reklámok, illetve szponzorálni is lehet műsorokat, műsorrészeket. Az alapvető különbség az lesz, hogy a közszolgálati rádiónak erre sokkal szűkebb tere, lehetősége lesz majd, a kereskedelmi rádióknak pedig ennél jóval több. A fekete gazdaság begyűrűzik a médiába. Egyesek például nem fizetnek jogdíjat, a TB és adómanőverekben rejlő lehetőségekről nem is beszélve. Az új szabályozással megszűnnek vagy bővülnek a zavarosban halászok lehetőségei. A költségvetésből gazdálkodó szerveknek jogszabály határozza meg, hogy miképpen tudják akár a kereskedelmi tevékenységet, akár magát a ház működését is pénzügyileg elvégezni. Tehát nálunk nem volt, nincs, és nyugodtan mondhatom, hogy egyetlen egy fillér fekete pénz sem kerülhet be a műsorokba. Nekem is van tudomásom arról konkrét személyektől, hogy mondjuk Dél-Dunántúlon is hol és hogyan tudták megkerülni ezeket az utakat. Elég, ha csak azt mondom, hogy az újonnan indult rádióknak eleve nem kell frekvenciadíjat fizetni. Törvény nem kötelezi őket erre, és így bizony jóval előnyösebb feltételek közepette tudnak gazdálkodni. A fekete pénzek beáramlása a médiába sokkal nagyobb arányú lesz, hiszen a frekvenciák elnyerése az licit útján történik. Márpedig a licit, illetve a reklám, a sosincs egymással szigorú összefüggésben. Nem lehet tudni, hogy mikor, melyik, mekkora összeget és terjedelmet halad meg. Változnak az idők, rendszerek omlanak össze, rendszerek rendeződnek át. A változó rendszer derekán divatba jön a Kalóz Rádió. Itt a Játszunk Illegalitást, a Játszunk Fasizmust Rádió. Játsszuk azt, hogy én vagyok az űzött, meg nem értett forradalmár. Játsszunk diktatúrát. Hajrá, Kalóz Rádió! Az új kalózok nem mindig férnek meg a régiekkel. A Kalóz Rádiókat is tizedelő a viszály. A Kalózból legálissá lett szubjektív rádió egykori legénységének helyén ma többségében új a személyzet. De ne firtassuk most a cívódást, nosztalgiázunk inkább az egykori illegalitás romantikája felett. A romantikára végül is ez a hely is bizonyíték, innen elég gyakran adtunk. Mert pontosabban az emlékmű fölött lévő parkolóból. Hát azt hiszem, hogy igazi veszélyérzet nem volt. Ezek már azok a kemény évek voltak, amikor arra lehetett számítani, hogy esetleg elkapnak minket és bevisznek. Tehát inkább nem az utóbbira. Keresni kerestek. Azt hiszem, hogy ha nagyon akartak volna, akkor megtaláltak volna minket. A média háborúskodás közben tovább tart. Most a kereskedelmi rádiók, televíziók vívják egymás közt piacért, reklámért, frekvenciáért. De hagyjuk a magyaros viszálykodást, evezünk békésebb vizekre. Mohácson 70 éves hagyományokra tekint vissza a rádiózás. A Mohácsi Rádió új kísérlettel a magánkézben lévő közszolgálati rádió konstrukciójával próbálkozik. A közszolgálati magánrádió egy új fogalomként jelentkezik meg a térségben, hiszen a közszolgálati jellegű rádióként kaptuk meg az engedélyt, és mivel privát kézben van, ez a két fogalom összekapcsolódik. Jelen állapotában a rádió csak saját erőből működik. Terveink között szerepel, hogy a jövő évi költségvetésben azért a Mohácsváros önkormányzatának írt pályázat kapcsán megpróbálunk a közszolgálatiság miatt egy költségtérítést, vagy egy költségviselést az önkormányzattól is megkérni. A történelemből jól ismert patakról kapta nevét a másik mohácsi adó, a Csele Rádió. Mi teljesen kereskedelmi rádió vagyunk, így mindenféleképpen a kereskedőkkel, vállalkozókkal, akikkel kapcsolatban vagyunk, őbelőlük kell megélnünk, és attól függ, hogy mit tudunk adni nekik, ők úgy állnak hozzá. Egy oda-vissza alapon működik a dolog. Mindenféleképpen én azt hiszem, hogy két variáció van, ami működhet itt Magyarországon, két csoport hallgat rádiót. És mi azt akartuk elérni, hogy a fiataloknak szólunk, teljesen a fiataloknak és a fiatal lelkületű embereknek,
és akkor rajtuk keresztül már ott lehetne a gyerekek, meghallgatják a műsort, mögöttük ott vannak a szüleik. Esetleg ő mögöttük még a nagyszüleik is. Visszafelé már nem hiszem, hogy működik a dolog. A helyi rádiók egyik sikertörténete a Dráva Rádió, a kezdeti nehézségek után küzdötte fel magát a sikerhez. Rém egyszerű, és ezért megfeltetetlen a megfelelő időben, a megfelelő helyen, megfelelő emberekkel ott lenni, és ezeket minden pillanatban a körülményekhez megfelelő módon kombinálva előállítani. Ezt hiszem, hogy ennyi. Úgy gondolom, a média törvény sok meglepetést fog hozni. Itt elsősorban a törvény következményére gondolok. Olyan fajta gazdasági feltételek, olyan fajta anyagi terhek fognak jelentkezni a ma boldogan és önfelten rádiózó rádiók számára, amelyekre a többségben nincsenek felkészülve, és rendkívül nehéz anyagi pillanatokat fognak ezen keresztül megélni. A Dráva Rádió azáltal, hogy Horvátországban működik, ezeket a piaci viszonyokat már ma is megéli, a terheit ismeri, és le tudja dolgozni. Volt ideje, hogy megszakja ezt a terhelést. Média, média hajó, média szótár. A közös szó, az elvingató dallam. A határokon átszárnyaló hullám, az első elektronikus hírmondó, a rádió. A Greek tanker carrying thousands of tons of crude oil is said to be sinking off the northwest coast of Spain. Oil is leaking from the ship. Kedves nézőink, ha tetszett a műsorunk, tartsanak velünk a jövő héten is. Mára köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra.